A rajt és célterületeken korlátozott létszámban, a szervezők által kijelölt távolságból, míg a szakaszokon az utak mentén maszkviselése mellett követhetik a szurkolók az országúti kerékpáros versenyt. A Tour de Hungary szervező is fontosnak tartják, hogy a lehető legnagyobb biztonságban legyenek a nézők és a versenyzők. Ezért a versenyünkön néhány korlátozás bevezetésre kerül majd sor. Azokon a helyeken, ahol viszonylag kis területen nagyobb tömeg gyűlne össze, létszámkorláthoz kötik majd a belépést. Ez elsősorban az egyes szakaszok célterületei és a díjátadók előtti területet érinti. A kormány koronavírus járvány miatt hozott döntésére reagálva, amely alapján augusztus 15-e után sem tarthatnak Magyarországon 500 főnél nagyobb rendezvényeket, megemlítette, nem szerveznek koncerteket vagy más színpadi rendezvényeket. Nem lesz azonban korlátozás a verseny útvonalán, vagyis például a helyi szakaszokon a verseny útvonala megközelíthető lesz a szurkolók számára. Elvárás azonban a szurkolók felé, hogy a mezőny elhaladásakor kellő távolságot tartsanak a sportolók, és minden szurkoló viseljen maszkot, amikor a mezőny közelében tartózkodik. A szakaszok előtt és után nem lesz lehetőség aláírások begyűjtésére a sportolóktól, és a közös fotók sem tudnak majd elkészülni. A 41. Tour de Hungary-ra augusztus 29 és szeptember 2-a között kerül sor. A Nemzetközi Szövetség 2.1-es kategóriájú viadalán 20 csapat, 120 versenyzője áll majd rajthoz. Ez lesz a viadal történetének legerősebb mezőnye. A világelitet jelentő World Tour csapatok között 5, míg a VT alatti besorolású, azaz prokontinentális istállók közül 8 áll majd rajthoz az 5 szakaszból álló 826 km össztávú magyar körversenyen.